Hát szerintem túlzás nélkül állíthatom, hogy a világ egyik legismertebb és legelismertebb Porsche gyűjtő, restaurátor, illetve kereskedő üzemében vagyunk. Lehet, hogy sokan nem hallottatok róla, de aki komolyan Porsche-zik, az már hallotta Bruce Canepa nevét. Róla azt kell tudni, hogy egy hát eléggé ismert és sikeres autóversenyző magában is. Főleg itt Amerikában. Főleg itt Amerikában. Ugye sprintkarokkal kezdte, ha nem tudjátok mi az a sprintkar, akkor mondjuk ide kattintva megnézhetitek az adást, amiben ellátogattunk egy ilyen versenyre. És amikor 1978-ban, miután eljutott oda, hogy 1978-ban harmadik lett a daytonai 24 óráson. Abszolútban. Nem kategória, abszolútban. Igen. Akkor 79-ben a Porsche gyári támogatásával kapott egy 935-ös versenyautót, és onnantól kezdve Porsche gyári pilóta volt. Olyan emberekkel versenyzett együtt, mint Elanzer, mint Derek Bell, szóval egy elég nagy kaliberű fickó volt, ha mákunk van, akkor még talán vele is tudunk beszélgetni. És ő feltette az életét arra, hogy nagyon ritka, nagyon drága, egyedi, illetve szép, régi Porsche-kat, főleg Porsche-kat, de azért mást is. Hát eleinte csak Porsche-kat, majd aztán a minőség, amit látni fogtok ti is, a minőség olyan szintre emelkedett itt, hogy aztán elkezdtek mások Igen. is ide hordani mindent. Tehát most is azt mondhatjuk, hogy 90%-ban Porsche-kat, meg minden mást restaurálnak. Hát, ami arra érdemes, hogy úgy mondjuk, hiszen... Ami arra érdemes, gazdaságilag. Mert az előbb ugye hallottuk azt is, hogy ő nem fog Ford Mustangokkal foglalkozni, mert az nem üzlet, meg azért itt egy kicsit más a szint. Szóval ez nem a Ford Mustang szint, meg ha szétnéztek, akkor nagyjából én azt mondom, hogy hát ha valahol felújítunk komolyan, vagy valaki komolyan veszi ezt a szakmát, akkor az valahogy így kell, hogy csinálja, és most körbevezetünk titeket Zolival, és azt is meglátjátok, hogy miért mondjuk ezt. Nem csak azért, mert ott van egy lézeres futóműbeállító pad. Nem csak azért. Na, gyertek! Ez a mennyország. Rögtön van két olyan autó, melynek értéke jelentősen meghaladja a, mondjuk egy kisebb város költségvetését. Ezt mindjárt kiszúrtuk Zoltánnál, mert ennek az autónak, hát a Rallyból már ugye aránylag kimaradt, mert ugye B-csoportos autónak készült az RS200. Pont azután lehetett volna rally autó, igazán sikeres, mikor betiltották a B-csoportot, és már nem volt értelme hova legyártani. Úgyhogy rallycrossban használták. Ez a Ford RS200 egy műanyag héjas, gyárilag utcára 250 lóerős, de tudjuk, hogy rallycrossban meg aztán a végtelenségig tuningolt. 6-700 lóerő volt a rallycross változat. Szóval egyrészt nagyon keveset gyártottak belőle, másrészt meg abból kevésből is, nagyjából 75%-uk az ropira tört. Ami meg megmaradt, az most mennyit ér? Azok most nagyjából ilyen 6 és 700 ezer dollár között érnek. Ugye volt 1.8-as és 2.1-es motor belőle, ráadásul azt mondtad, hogy ez a kisebbik ez motor. Ez a kisebbik, ez az 1.8-as. De itt kapargatja a srác, és hol fog tartani? Hát nem, ez nem hogy hol fog tartani, ez már ott tart, hogy ez 700 lóerős, és behozták felújítani, meg kicsit rendbe rak. Így van, igen. És ez az autó, hát ez messze nincs 1000 kiló ez a kocsi. Figyelj, középmotorosnak számít, ezt azért lovagolni. Ez nagyon nehéz. Ezt mondták is, aki vezette, hogy ez nagyon durva. És ugye, hát nem igen. Ken Blocknak van most egy jó is nagy szerelem. Pont mostanában posztolgatta, hogy Park City-be, Utahba, ahol lakik. Ez beteg. Ő ezzel jár az utcán. Az se normális, tehát, hogy nem áll. Na, megkérdezem a srácot mindjárt, mit csinál vele. Jó. You might need a hand. Talán szükséged lesz segítségre, ahhoz ott cimbi. Na jó, ez eltart egy darabig. Próbálod kiegyálni a leömlőket, hogyha jól látom. Ja, én csinálom ezt az egész kipufogó dolgot. Ez egy remek cucc, amit használsz. Megnézhetem? Le tudod modellezni a kipufogót? Ez jó, ez remek dolog. Amott egyébként hátul van pár leömlő a 959-eshez, amit már csináltam, ezt használtam annál is. Ugyanezt a cuccot? Igen. És ezen most nagyobb turbó lesz? Vagy? Igen. Szóval ez segít kialakítani a kipufogó oldalt. Igen, ezekkel tudod egyforma hosszan megformázni, aztán bevinni a gépbe, hogy kivágja ugyanilyen darabokra. Gyönyörű Lego lehet. Na hát ez fantasztikus. Nincs ott valami sok helyed, nem? Itt rengeteg helyen van, ez sok. Több, mint a megszokott. Felújítottad a motort is? Igen, de nem én, hanem ott hátul a motorműhely. Minden friss és új. Elég sok lovat nézek ki belőle. Bizony. Bolond egy cucc. 800 körül van.
Ki fogja ezt vezetni 800 lóerővel? Ez őrült. Hát a tulajdonos, szereti nagyon. Csak műanyag és pici csövecskék mindenhol, semmi más. Jó munkát neked, köszi szépen! Thank you very much. Az a lényeg, hogy most még egy kicsit húznak rajta, hogy 800 ló legyen. Mert nem volt elég. Nem volt elég a 700, most lesz 800. Belenéztem egyébként, mielőtt áttérsz, ötös kézi, tűzoltó palack, ugyanúgy, hogy most már sok autóban láttuk itt Amerikában, ember háta mögött, és ez ülése mögött az M800-as motek, mert valamivel ugye programozni kell lesz, mert magától nem lesz 800. Ez mekkora ötlet ez a kis különböző rádiuszokból operáló ilyen kis cucc? Biztos ismerik ezt Magyarországon is, mert jaj, ti csak most láttatok ilyet, mi évek óta ilyet használunk, ez fog majd most jönni a kommentbe. Nem baj. Én még sosem láttam ilyet, kipufogósoknál sem. De ugye ez azért kell, hogy ha ugyanannyi szegmenst használsz, akkor ugyanolyan hosszú legyen minden négy leömlő, hiszen akkor jók a gázlengések, ugye, hogyha minden négy egyforma hosszúságú. És hát valahogy ez így úgy, ha addig hajtogatja. Hát addig hajtogatja, amíg egyforma nem lesz, meg jó nem lesz, meg el nem fér. És oda van neki az új cucc készítve, abból mindig fővesz egyet, behajlítgatja. Igen, és ezt beteszi aztán a gépbe, a gép meg szépen lehajlítja neki. Vagy hát aki a csőhajlítással foglalkozik. Fél a minőség, már most egy autó után is látszik, hogy felháborító. Na most rúgjunk rá BMW-re, ami szintén... Hát. Ez nem csak egy M1, azt azért mindjárt lássuk be, a szárnyról látszik is. Hogy ugye... Én tudod, honnan tudom, hogy M1? Hátul, két oldal. Hát az egyetlen autó, amint két BMW-jel van hátul. Micsoda? Az autós kártyában, Bence, ez volt gyakorlatilag, ez mindent vitt. Mi ültünk ilyenbe, Bencével? Egyedül a fogyasztásban nem vitt mindent. Hát nem, meg ugye, hogy... Nekem nem volt ilyen. Nem? Ja, mert akkor a különbség, igen, te már nem kártyáztál. De csak ilyen nem volt. Jaj. És ugye ez nem véletlenül van rajta a Procar rendszámtábla, kis táblácska, mert ez tényleg az, ez egy Procar autó volt, amiből 40-valahány darabot csináltak, abbólnak mondjuk a fele versenyzett ugye... Azt mondta, hogy 43 kaszni, de körülbelül te is jól tudod, hogy 30 igen. Vége, ami autó lett. Ugye 70-es évek végén, 80-es évek, azt hiszem 79 vagy 80-ban, tavaly adásban ezt elmondtuk a Forma 1-es futamok előtt. Igen. Indultak Forma 1-es pilóták ilyenekkel, és milyen jó versenyek voltak, azok most már az elképzelhetetlen lenne. És ezt egy utcai autóvá alakították, hát most pedig visszaalakul rendes Procar versenyautóvá. Valami kis 550-600 lóerős lesz ez is, ahogy kell. Hát... Ez is a darabszáma miatt bőven a $2 millió hát határ fölött van. Bőven. Csak egy kép erejéig, Bence, nézd meg, hogy... Hogy állítanak rendesen futóművet. Hogy állítanak profin futóművet, és hogy azt a kocsit, azt csak behozták szervízre. Nézd, milyen állapota van, meg nézd meg, hogy majd hogy adják vissza a tulajnak. Figyelem, csak... a fóliát, hogy nehogy összekarcold ott a... Igen, a belépéskor, a küszöbnél, figyelj! Az, hogy a kipufogó vége, le van takarítva, az, hogy alulról a teljes alvázvédelem föl van takarítva újra, tehát, hogy nem dzsúvás alul. Ennyi lehet róla. Botrány, komolyan botrány. Ez karbantartás. Tehát úgy kapod vissza a kocsit, mintha gyakorlatilag bementél volna a kereskedésbe, és most hoztad volna ki. Egy probléma van, hogy ez egy 70-es évekbeli autó, és most úgy kapod meg 2018-ba, miután végeztek a szervizzel, mintha most vetted volna. És oké, ők is mondják, hogy nem, mi nem vagyunk olcsóak, de hát ők mondjuk adnak garit minden autóra, amit építenek, ugyanis építhetnek is autókat. És itt áttérünk rögtön egy másik részre. És itt áttérünk rögtön egy másik részre, ahol szerény 6 darab 959-es Porsche van. Félrerúgjuk az eselt. Félrerúgjuk az eselt. Nincs büdös a műhelyben, mert elszívó van az összes autó mögött. Még jó, hogy mondjuk ezt ne ide büdösítjen. Itt meg van 6 darab 959-es Porsche. És képzeljétek el, hogy ez az a cég, amely elérte azt, 10 éven át tartó munkával, 10 éven át tartott nekik, hogy legális legyen, kapjon típus bizonyítványt Amerikában, illetve az Egyesült Államok területén a 959-es, mert neki nem volt idáig. Meséld el, hogy miért. Tehát Bill Gates is úgy használta a sajátját, hogy full illegálban ki tudta fizetni a bírságot, egyszerűen nem felelt meg az adott éppen érvényes amerikai seütközési normáknak, ugye a kuntasokon is azért van az a bilokhárító, hülyén kinéző lokhárító. Az a furcsa. Meg minden egyéb, és nekik 10 évig tartott, míg legalizálták itt Kaliforniában. Először Kaliforniában. És én. Aztán már most már 41 államban is legális használni, és onnantól kezdve ők újíthatják, illetve upgrade-elhetik fel ezeket az autókat úgy, hogy mindezt a Porsche engedélyével teszik.
Magyarán ő hozzányúlhat a motorhoz, hozzányúlhat a motormenedzsmenthez, ahogy hozzá is nyúlnak, belenyúlhat a kipörésgátlóba, az ABS-be, mindenbe. Itt voltak a Porsche-sok, megnézték, mit csinálnak, azt mondták, hogy jó, ti ezt használhatjátok, ezt a Porsche nevet ellentétben mondjuk a Zingerrel. Ez a második cég, akiről tudok, hogy ilyet csinált. Az első ugye a Ruff, akinek ugye külön alvásszáma van, a szívhatják Ruff Porsche-nak, ez meg maradhat 959 SC. Ezt kell tudni, hogy ilyen 800 lóerősre tuningolják fel őket körülbelül ezt a biturbo boxer 6 hengeres motort. És nem csak, hogy mondtad, hogy nem csak, hogy bele nyúlhatnak bizonyos dolgaiban, hanem bekérte a Porsche, hogy bele is kell nyúlni, hiszen azzal, hogy felhúzgálják, azzal ugye igen, mindenét, kipörgésgátlóját, ABS-ét, mindenét hát, üzemanyag ellátórendszert, mindent. Ahhoz megfelelő vé kell tenni. Most ezek az autók irgalmatlanul sokat érnek szintén. A 959-es ára, amikor én még néztem, akkor már bőven félmillió dollár fölött volt. Itt meg van belőle így 6. És ott jól látszik, hogyha le tudod így bontani az egész hátulját, és egyszerűen kihúzott belőle a motor. Maga idejében ez volt a leggyorsabb közúti autó. Körül egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert ugye a Ferrari F40 1 km per órával volt gyorsabb, lett gyorsabb, mint a 959-es, de elképesztő technológiát képviselt már akkor, összkerékkormányzás, hiszem összkerékhajtás is volt, vagy igen, nem, összkerekes is volt, négy kerék kormányzása volt, elektromosan állítható futómű menedzsment, szóval egy igazi guruló számítógép volt valami 470 lóerővel. És csak hogy megint visszatérünk arra, hogy mennyire gazdasági azért itt a rendszer, csak akkor kezdenek bele egy ilyennek a gyártásába, ha már el van adva, így ezek az autók már mind el vannak adva, majd később megmutatjuk a polcokon, hogy névre és sorszámra rendszerezve vannak a cuccaik elpakolgatva, vagy kinek mi kerül bele. Hát itt az SL Merci az igazából az itt van, mert sokat ér. Az egy drága dolog, és egyébként ehhez is értenek. Igen, és azért ne szarozzuk le, mert ettől még ez egy csodálatos gyönyörű állapotú. Szép. Gyönyörű, szép autó. De ha már a moderneknél tartunk, ide dobtak egy modern verziót. Rá töltőm van éppen. Töltőm van, meg kell neki az áram. Hát kicsivel több, mint 2 millió dollárt ér ez az autó most. 2013. Kicsivel több, mint 2 millió dollárt ér. 13-tól 15-ig gyártották. Egy 603 lóerő szériában, 918 darabot készítettek belőle meglepő módon, mert hogy ez a neve neki. És igen, ez is az a fajta autó, amit amikor megvetted és kihozod a kereskedésből, akkor rögtön többet ér. Mert ugye 918 minden... Spider a teljes neve neki, ráadásul ugye ez egy full hibrid. Ez egy full hibrid. Porsche, nekem volt olyan szerencsém, hogy kipróbálhattam az ilyet. Innen jól látszik a hővédő aranyfólia, ami tényleg az. Ugye nagyon jó hőtükörként, igen, az tényleg aranyból van. És gyönyörű szépen lángolnak ezek a kis kipufogók, amikor rakod alá a tüzet. Ez a Bruce picit, saját. Picit irigyellek, hogy ilyet vezethettél. Picit. Tehát, hogy úgy, hogy ki tudnám rúgni a bokát. Nem tud összehasonlítani semmiben, szóval. Persze. Egyébként a Bruce-nak a sajátja kérdésből, majd azért mutatok olyan P1-et, ami szintén a sajátja. McLaren. Menjünk át egy másik szobába, mert ott tárolnak ilyen fura dolgokat. Itt ezt szerettem, itt lett végem, mert a Porsche pedigréjének a legjava van itt. Itt vannak a versenyautók. Szép az utcai autó, meg minden, de tudjuk, hogy a versenyautó az nagyon-nagyon más. Mielőtt Pista belekezd, Bence, fordulj már meg egy pillanatra, légy szíves, és mutasd meg azt, hogy annyira komolyan veszik mind az eladást, mind azt, hogy komoly legyen minden, hogy egy berendezett fotóstúdió van, hogy minden egyes kép az eladandó autókról csont egyforma legyen, és hogy olyan fényekbe tudják megmutatni, hogy mondjuk a szín, amit a neten látsz az autóról 8000 kilométerre innen, az olyan szín legyen, úgy csillogjon a felni, ezért fixre be van építve a fotóstúdió. Ez a pofátlanság, ne tovább, imádom. Maximalizmus. Abszolút, maximalizmus. Maximalizmus. Tudom, hogy ránéztél oldalt, ez egy ilyen nagyon kellemes kis... ez a Bonville-i sóstóban Bruce egyik sebességi rekorder autója. Igen, tehát azért majd ki fog derülni, mikor beszélgetünk Bruce-szal, illetve Pista fog tudni vele beszélgetni, hogy ő azért csak abban emült, amit még nem találtak ki.
Tehát minden, igen. Tényleg mindent csinált. Igen, és nem egy fakezű emberről beszélünk, akinek sok pénz lett, hanem tényleg egy jó képességű versenyző volt. Hát a kedvencem, hogy kitalálta, hogy a Kentworth nevezetű kamionmárka támogatásával. A Kentworth-szal, igen. Kentworth, igen, bocsánat. Háromszor is fölment a Pikes Peak-en, és mind a mai napig, és mostantól már örökre övé a három tengelyes rekord. Így van. Ugye három tengelyes teherautóval. Övé a rekord. A szárnyassal. Na mutass egy-két versenyautót, mert itt azért lehet belőle. Hát... Nem tudom, én mindegyiktől meghalok. Az a baj, hogy ami itt van, ugye a Porsche, az nem véletlenül minden idők legsikeresebb sportautó márkája. Ugye Le Mans-ban azt hiszem, mindig övék a rekord. Amikor ők oda teszik magukat, hogy valahová komolyan beállnak, akkor általában tarolnak. És itt van például a Kokair. Itt ez már egy késői, ott vannak a korábbiak, ez egy 956-os. Ez egy 956-os plecsni, vagy prototípus, vagy Gruppe C autó, ahogy tetszik. Ezzel a motorral, ezzel a 12 hengeres fekvő boxer motorral, mert hogy ez boxer motor, nem úgy 12 hengeres, mint a Ferrari, ez tényleg 12 hengeres boxer motor. Ezzel ők, várjál, ez már turbós, bocsánat, ez a 6 hengeres. Ez a 6 hengeres biturbo, az ilyen 1000 lóerő körül volt, a 12 hengeres majd ott lesz. Szóval ezekkel a motorokkal ők aztán mindent vittek meg ugye a gyári támogatással. Amúgy itt van az RS200-nak a hátulja. A háta, igen. Így, ahogy van, egybe levehető. Mindent megnyertek, amit meg lehet. 956, 962, de még a korábbiakkal is ugye Derek Bell, a Mazsola arcú bácsi, aki 8-szor nyert Lomamba, vagy 7-szer, rengetegszer beszélgettem vele, tök jó arc. És ezzel is beesenzett a Bruce Canepa. Bence, csak egy pillanatra mutasd meg az RS200-nak a hátulján azokat a kis biztosítókat, amik egyébként a versenysportból híresek, ezek az úgynevezett gyorsnyitók. És így veszed le az egész hátulját. És így veszed le az egész hátulját, és miután egybe le lehet venni, következtethetjük, hogy nem annyira nehéz. Szóval ez például egy 956-os, egy über, hiperkönnyű, ugye? Ilyenben hasonlóban halt meg Stefan Beloff is, ugye, aki a Nürburgringen a mai napig tartja a körrekordot. Figyelem, nem összetévesztendő azzal, amikor egy üres pályán megyünk, meg amit a Beloff csinált, hogy egy edzésen autókat kerülgetve ment, mennyi volt, 6-11, szóval. Meg ne keverjük össze a VLN kört, a 24 órás kört, és igen, azt a kört, amelyiken egyébként az utcai autókat tudják teszteni, mert hogy az utcai autókat konkrétan nem tudnak bemenni a normál versenypálya területére, csak a régin tesztelik. Igen. Tehát, hogy azért vannak ennyire különböző időeredmények, mert hogy ott azért óriás különbségek vannak méterben. És hogyha megnézitek, hogy körülbelül 1000 lóerőnyi teljesítmény, vagy még több is, és az egészet ezek a kis csövek tartották össze, meg már megmutatjuk nektek, hogy valójában ez oké, ez itt vastag, de műanyag, minden műanyag. Figyelj, 350-360-nál fogsz valamit, kész, vége. Hát Le Mans-ban nem véletlen vannak azok a gyönyörű felvételek, amik alájuk kap a szél és főszállnak. Szóval egészen elképesztő. Na ez egy nagyon értékes autó, bár nem úgy tűnik. Majd azt is elmondjuk, hogy miért összehasonlítva azzal, amit oda fönt fogunk látni, mert ez az utolsó eredeti gyári 935-ös Porsche. Ez leginkább onnan látszik, hogy ez nem egy csővázás Kramer Porsche, hanem ez egy gyári 935-ös, amiben benne van a bukócső. Ennek rendes karosszériája van, rendes teteje van, rendes padlólemeze, minden. És ez különbözteti meg azoktól a 935-ösöktől, amiket már 1979 után gyártott a gyárengedélyével a Kramer, és amelyik közül egy itt van a kettőből, egy itt van fönt egy K4-es, majd azt is megnézzük. Ugye ebből lett a Moby Dick 79-ben, és arról vette a mintát aztán a Kramer. Kultikus versenyautó, négy sebességes váltóval, két rohadt nagy csigával itt. Igen, hát ezek is tudtak már ilyen 6-700 lóerőt bőven. És mi az a hátsó kerék? Nézd már meg azt a slicket. Szóval hát meg mi az? Az indokolt. Az a szükség, mi? Az a szükség, szóval ennek kellett, hogy tapadjon, hát, tapadt is. Pofám leszakad. De ezek beteg dolgok voltak nagyon. Nincs kipörgésgátló, ABS se, leginkább semmi. Te vagy meg a borzasztó turbójuk. Ez meg egy Can-Am. Can-Am autó, ezzel is versenyzett. Annak idén mi volt ez? 900... Mi volt ez? 908? Nem, az a 908-as ott. Na, ebben a fekvő 12 hengeres motor van, jól látszik itt fönt a hűtőventilátora. Látod, az nagyon jellegzetes, ez mindegyiket elárulja, amúgy ilyen hűtőventilátorok vannak ott fölpakolva.
Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Steelvent, a magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. A műsor támogatója az Invention Factory Development Kft. A műsor támogatója a Persian Consulting Kft. Ő pedig itt mellettünk, akivel beszélgetni fogunk, a szemlátomást nagyon nyugodt, szóval nem egy idegbeteg ember. Figyelj, mondjuk, amikor Ron. Ilyen értékeken dolgozik, igen. Ne is legyen ideges, Ő Ron, ő azért van itt, mert ő ért ezekhez a 9-es szériás versenyautókhoz, és ő csak ezekkel foglalkozik. Minden idők legszebb versenyautóját rakja éppen össze, a rövid 917-est, a K-t, a Kurzot, ráadásul minden idők legszebb színkombinációjában. Tudod, mi a bajom egyébként? Hogy rajta is azt látom, hogy nem fiatal, és ugyan a műhelyben találtunk fiatal szerelőket, de hogy mi lesz ennek majd a továbbvitele? Tehát ki fogja, és otthon is ezt látom, hogy már nincs igazán jókezű fiatal. Figyelj, és csavarig ismerned kell ezt a kocsit. Igen. Igen. Innen igazából engem a Valira emlékeztet a Lajhárra a jégkorszakból, ahogy ilyen szépen komótosan csavarozgat, szól a country zene, és a végén ebből egy jó kocsi lesz. Nézd meg, milyen pici. Ugyanazt a csővázat látod, még talán filigránabbat is, és hogyha ide jössz a hátuljához, akkor látod, hogy az egész autó egy kurva nagy motor, meg mögötte egy váltó. Hát és itt is a csőváz az szinte az csak nincs. Azért van, hogy tartsa helyére dolgokat. Igen, tehát hogy az nem súly, meg nem képez semmit, hanem az csak úgy azért van, mert össze kell fogni a szettet. Egyébként még a nyugodtságára visszatérve így tökre megkérdezném, mert amikor csináltuk a VFT-st, akkor Robiék is mondták, hogy egyet ne kérjek, hogy időtervet mondjanak, hogy mikor lesz kész. Szerinted tőle meg lehet kérdezni azt, hogy ez mikor lesz kész? Hát semmi. Majd amikor úgy gondolom. Mindjárt megkérdezem. Ron, may I disturb? Ron, zavarhatlak egy percre? Persze, semmi gond. Tudod ugye, hogy a Valaha épített legszebb versenyautón dolgozol? Ó, persze, a 917K. Szia, Pista vagyok. Szia, örülök, hogy megismerhetlek. Hát öregem, ez a rövid 917-es talán a legszebb sportkocsi, főleg ezzel a dekorral. Pontosan. És ez ráadásul egy egyedi darab, mert láthatod, ez a példány indult Daytonában. Ez a konkrét kocsi? Ez itt Daytona, nézd! Ó, látom már! Látod a szélvédőt? Ott van, hogy a döntött részen... Belelássa kanyárba! Így van, ezen néztek itt keresztül. És csak a daytonai autókon van ilyen. Pontosan. Na, ezt nem tudtam. Látod ott azt a kocsit Pedro Rodriguez-zel? Igen, Pedro Rodriguez-zel. Ez az, ez nyert ott. Ez az! Ez egy igazán egyedi darab. El sem bírom képzelni. Nézd ott a 917-30-as, az ugyanez 5 literes, de dupla turbós motorral. Igen, ez a motor. Intercoolerekkel. Az állította be a sebességrekordot Talladegában. De ez Rodriguez autója. Igen, ez. Nem tudom elképzelni, mennyit élet. 3 millió, 4-et, 10-et? Hát sokkal többet annak. Sokkal többet, ugye? Manapság nagy pénzekért mennek. Láttam már pár 917-es, de sosem gondoltam arra, hogy ez a Daytona ablak itt. Pedig pontosan így volt. Ha megnézed a 917-est ezen a részen, ugyanilyen, nézd meg a szélvédőt. Ez a továbbfejlesztése. Így van, továbbfejlesztés. Ez ugyanolyan, mint amilyennel McQueen indult Daytonában, nem? Vagy 900-at? Nem, 908. Neki egy 908-asa volt Sebringben. A 8-hengeres, igen, Sebringben. Második lett ott, de ez egy Spider volt. Igen, a nyitott. Ez Sebringben indult, oda összesen 4-et vittek. De ez a nagyobbik, a 8-hengeres motor volt. Ugye volt 6-hengeres is, de ez a 8-as volt. Így van a 771-es motor. De ez valami, öregem, ez az igaz. Mióta dolgozol ezekkel az autókkal? Hát elég régen. Hány éve? Hát el kell rajta gondolkodnom, de restaurálással legalább 25 éve foglalkozom. Neked nagyon szeretned kell a munkádat. Ó, igen. Nézd, én ezt az apámtól tanultam, ő egy Porsche-s ember volt. Tényleg? Igen, Bécsből származott. És neked van fiad, aki már tőled tanul? Nem, nincs. Na és mi lesz most? Mi lesz, ha az öreg szakik eltűnnek? Van itt egy jó pár srác, akiket Bruce vett fel, hogy segítsenek nekem. Sokat tanítom őket, mostanra már van 2-3 olyan, akik dolgozhatnak bármelyik ilyen autón, és fiatalok. Nagyon ismerned kell az autót az utolsó csavarig. Természetesen.
Mi a legtrükkösebb része a 917-esnek? Tudod, talán a legnehezebb része ezeknek, ennek a motorja itt, a 771-es motor. 4-500 órát elvisz az összerakása, őrület. Olyan, mint egy karóra. Értem. Ez egy sokkal egyszerűbb motor. Tényleg? Igen, sokkal egyszerűbb. De miért? Mert abban ott a sok szelep, a tengelyek, a himbák. Pontosan, 4 vesztengelye van és minden fogaskerék vezérlésű. Fogaskerékvezérlés van mindenhol, semmi szív vagy lánc. Semmi szív, de ezek jóval egyszerűbb alapokra épülnek. Megnézheted a motort oda át, a főtengely benne van. Ez nem egyszerűen 2 hadhengeres összefűzve, hogy őszinték legyen? Hát, nem igazán. De ha megnézed az öntvényt, akkor hát... Ami igazán egyedi ezekben, hogy a főtengely ugye középen fekszik, felette van a közbenső tengely, ami az elosztófedelet és a hűtőventilátort vezérli, és van egy másik közlőtengely alul. Miért? Aminek a végén a lentkerék van. Szóval a lentkerék nem a főtengelyen van. Á, szóval egy külön tengelyt kapott. Így van, egy külön tengelyen. Ez igazán egyedi megoldás. Tudod, a 911-eseknek egy főtengelye van. Ennek egy külön tengelye van a lentkerék és az olajszivattyú számára. Szóval csak az olajszivattyú és a lentkerék volt ezen a harmadik tengelyen. Igen, ez egy igazán egyedi blokköntvényt eredményez. És ugye a hengerfejekben is van felső és alsó vesztengely. És ezzel igazán eltérnek a többitől. Ezek tartós, robusztus motor? Elképesztően, ez egy endurance motor. A Can-Am sorozatban egy egész szezont kibírtak egy motorral. Szóval ez egy igazán tartós darab. És mi a helyzet a Kasznival, a magnézium és az alumínium cuccokkal? A kaszni az alumínium csak úgy, mint a 91730-as, de mindegyiknek van például egy szelepe itt hátul, szóval nyomás alá tudom helyezni. Itt látod? Ide levegőt tudok benyomni és nyomást próbázni a vázat. És ha valahol egy repedés van, akkor megtalálom. Ó, tényleg? Meg kell festened valamivel is? Csak egy nyomásmérő kell és egy légcsatlakozó, és ha baj van, hallod. 40 fontos nyomást kell tartani a 40 perc. És így ellenőrzöd magát a vázat, ami olyan, hát hogy is mondjam, törékeny. Nagyon törékeny. Ez semmi, a kocsinak semmi súlya nincs. Ennél is, na meg a többinél is jellemző, hogy a Porsche az összes ilyen autóját csővázasra építette, egészen 81-ig. A Le Mans 936-os még mindig csővázas volt, és nem is váltottak monokok felépítésre 82-ig, a 956-osig. Várj, a 956-os... Monokok autó volt. Az még nem csővázas volt? Nem, nem. Ja, igen, monokok volt egy segédvázzal hátul. Így van, mint a 962-es ott. Annyi, hogy annál már nem alumínium a teknő, hanem szénszálas kompozit. Szénszálas, és akkor ott van egy segédkeret, amiben a motor és a váltó épül. Pontosan, és ennél még a motor, a váltó és a futó mű a vázhoz épül. A 962-esnél a futómű már a váltóházhoz rögzült. A váltóhoz, igen. Az már modern. És könnyű. De a Porsche amúgy évekig... Nézd, ezek a vázak szinte mindegy formák. Ez itt, meg ez, a 908-asok, a 91730, ez itt acél, ezek alumíniumok, és építettek egyet magnézium ötvözetből is. Mennyi idő lesz, mire felújítjátok ezt az autót itt? Nem régiben fejeztük be a 91730-ast, és az 8 hónap alatt készült el. Újjáépíteni a motort, mindent. Hány ember dolgozik egy autón? Egy egész csapat. Van gyártóműhelyünk, vannak fényezők, a motorépítők, szóval mindenki a saját szakterületén profi. És ki az, aki felel egy-egy projektért, te? Én és Bruce. Értem. Bruce a főnök. Ja, tudom. Mennyi a súlya? Tudod, nem emlékszem ennek pontosan mennyi. Rohadt könnyű lehet. Az, talán 1800 pont, vagy valahogy úgy. És akkor ahhoz van 5-600 lóerőt kb. Na igen, ez itt például pontosan 580 lóerős. Őrült. Ezek voltak ám az idők, amikor ilyenekkel futottak. És ott a pótkerék. Tudod, mindig volt náluk egy pótkerék, ez itt egy csomagtartó. Ez egy csomagtartó. Tudod, hogy meglegyen a homologizáció az utcai kivitelben. Ó, ne már! És ott van a pótkerék mellette. És ez szinte mindegyiknél így van. Tudod, a 983-asok ugyanannyi cuccal mentek, mint a 17-esek, amikor a Targa Florion indultak.
Volt bennük emelő, szerszám, kézifék, szóval a sofőr be tudta húzni a kéziféket. És ha megfigyeled, akkor a 908-asoknál is volt egy kis nyíl. Igen, itt a kerékjárat ívre meg az. Na, az azért volt ott, hogy a sofőr tudja, melyik irányban kell elazítani a kerékcsavarokat. Az mutatja. Az mutatja, hogy ez az irány, amerre lazult. Szóval a szerszámkészletben ott volt a kerékkulcs és egy jókora erőkar, behúzta a kéziféket, és ott volt a pótkerék, ki tudta cserélni. Egy csomó ilyen menő cuccuk volt akkoriban. Ez egy műanyag csavar, rögzíti a szélvédőt. Ezek tartják a szélvédőt, és műanyagból van a súlycsökkentés egyébben? Lejtettem megint. Megtarthatod. Ennyire fontos a súlycsökkentés? Igen, mindennél. Ez őrület, ember. Figyelj, műanyag csavarokkal rakták föl a szélvédőt, hogy spóroljanak a súlyon. Műanyag csavar, műanyag anya, műanyag menet. 60-as évek vége, 70-es évek elejéről beszélünk. Na, ilyenek tartják a futóművet. Titán. Nem létezik. De. Titán futómű. Ez titánból készült? Így van. Sok-sok évvel ezelőtt már ezt titánból csinálták. Igen, ezek tartják a helyükön a futóművet. Itt mi? Igen. Látod, minden a súlycsökkentésről szól. Minden könnyű, minden magnézium, alumínium. És a koppansz véged. Tudod, úgy gondolták, hogy ne karambolozz. Nem gondoltak ilyesmire. Elképesztő, tudod, hogy is mondjam, annyira célszerű, minden azért van, hogy te legyen a leggyorsabb, kompromisszumok nélkül. Az aerodinamika. Na igen, itt még javarészt mechanikai tapanások volt inkább, ezért kellettek ezek a rohadt széles keretek. Itt mi? Nézd csak! Mint egy eső, mi lenne? Ilyenekkel futottak annó mintás gumikon. De láthatod, magnézium a felén. Tesó, semmi. Nincs súlya. Nincs súlya. Minden ilyen. Ron, nagyon szépen köszönöm, ma is tanultam valamit. Igazán semmi sem. Nézzetek majd el arra hátra, ott is vannak érdekes dolgok. Tudod, ha valamire szükségem van, le kell gyártani. Gyönyörű munkád van, hiszen építesz valamit, ami arra érdemes. Ezek itt lesznek örökre. Így van. Köszönöm még egyszer. Szép napot nektek, srácok. Hát beszarok. Mennyire aranypofa volt a bácsi. Nézd már meg, vatta új, tengelycsonkok, kerékagyak. Ezekhez a kocsikhoz. Tehát, hogy ebből is látszik, gyújtástesztelő. Ebből is látszik, hogy mindent meg tudnak itt magukban csinálni. Szép volt. Nem baj, nem. És most eljutunk a műhelyekbe. Hát, igazából itt, na itt kezd mindenkinek összefutni a hozzáértőknek a nyála szájába, mert szóval az van, hogy az ott a lemezes műhely, a karosszériás műhely, illetve a CNC-maros műhely. Ott pont egy Ford GT40-nek a karosszériája, tehát a sassija van fönt a forgató állványon. Egy eredetinek. Persze, az egy eredeti. Tehát nem egy ilyen... Nem egy lengyel kit, az egy eredeti, amiből versenyautót csináltak annó, és most alakítják vissza utcaival. És hát itt aztán hát nekem végem van. Egyrészt az, hogy rend van. Másrészt, hogy itt vannak például a kipufogó leömlők már megpöttyözve, még nincsenek körbevarva. Nincsenek még körbevarva, de ha körbe lesznek varva, akkor így lesznek körbevarva. Ahogy itt látod. 959 left header. Right. Left-right, ugye leömlő, egyik-másik. És hát a lényeg az az, hi. A lényeg az itt van. Hogy az még hagyja, hogy itt van egy 959-es blokk, komplett motor felújítva. Ami a lényeg, hogy itt. Yeah, it fits over there, fits over there. Ez itt a 12 hengeres boxer blokk. Ez az eredeti öntvény,
ez pedig az az öntvény, amit ők gyártanak. Érted? Hogyha kérdezik, akkor van. Igen. Ezért mondtam én, hogy nekem nagyon két összeforgatott hathengeresre emlékeztet. Ezeket a titán hajtókarokat a Carillo gyártja nekik. Ezeket a spéci hajtó rudakat, bocsánat, nem hajtókarokat. Ugyanúgy a dugattyúkat is, amik ott vannak a vörös cucc alatt. Itt. Ezek ugye jobbak, mert azért a technológia annyit fejlődött. Könnyebbek, jobbak, többet bírnak, mint a néhai gyáriak. Ugyanúgy az ő általuk készített blokk, és például ez a két szelep fedél, illetve hát ami magnézium. Fedél. Ez meg ugye kismértékben magnézium, igen, de alapvetően magnézium alumínium ötvözet, és hát ott vannak például, ott vannak a nagy ventilátorok, 917, 771-es motorhoz. Szépen sorba rakva, szóval, na, hát valahol itt kezdődik a restaurálás, plusz még akkor itt van a tiszta szoba. Oda is esetleg már mehetünk, én már meghaltam rég. Én nem megyek be, mert az tiszta. Az tiszta. Szóval új turbókat raknak fel, BorgWarner turbót használnak, új motormenedzsmenttel, meg hagyjál már. Hát. Nézd. Engedfejek. Így néznek ki. Beszeleppelve, felcsiszolva, sőt, a henger fejeket is külön nekik gyártják, modifikált, módosított hengerfejet használnak, amely jobban össze vannak portolva, máshogy mások a szívócsatornák, jobb lesz a keresztöblítése tőle a motornak, és mindezt a Porsche engedélyével, ez a lényeg. És hogy méltó módon zárjuk le itt ezt a kis műhelyrészt, megmutatom még nektek, hogy hogy néz ki az autós polc. Látsz, érted, ott a képen, az a nagy képen, az, amivel Pedro Rodriguez megnyerte Sebringbe a versenyt, az az ott. Érted, hogy ezt a 40 évet, ez körülbelül 40 méter választja el egymástól. Igen, meg az menő, néz ki, hogy fekete-fehér képít meg itt van nekünk színesben. Pofán leszakadt, de tényleg, hát ilyet. És akkor mondta, hogy mennyit érhet 4-5 milliót, azt mondja, jóval többet. És akkor még itt a kis raktár hátul, amiből egyébként elég nagy mennyiség eladó a polc. Én nem tudok majd bemenni veled, de majd sétálj be, én csak ott a kis P1-re hívnám fel a figyelmet, ami szintén Bruce-nak a saját autója. McLaren P1, amiből 357 darabot gyártottak. 3.8 V8 biturbo, tudjuk, hogy te nem vagy annyira odaérte, egy 903 lóerő, csak hogy az íze véget. És odébb lehessen beleállni. Így van, és mindegyik egyedileg készült a gazdájának, és Bruce-nak is van benne 10 darab olyan különleges apróság, például a sötétkék belső kiegészítők, amitől ez az autó, nincs. Ami másnak nincs. Ezáltal, amikor ezt a kocsit megvetted potom 1,350 millió dollárért, ahogy kihoztad a kereskedésből, kettő felet ért abban a pillanatban 2014-ben, most meg már még több, nem véletlenül nem jár vele, hanem csak ide le van támasztva. Nem gondolom kell. Ugyanúgy, mint minden, ez is eladó. Tehát, hogyha valakinek esetleg görcse lenne rá, nekem nagyon tetszik ez a kocsi, de hát nem tudok vele kiállni. Viszont hát a polc. Nem tudok vele kiállni. Hát nem. Nézzük meg a polcot, gyere. Meg az odavezető utat. Addig zokogja, itt csöndesen szólt. Egy szél, innen belátok, amennyire tudok. Jaj, itt, ez. Ott. Be van zacskózva az ülés, meg azt se szedte le. Megint egy 959-es. Na azért van itt egy 3.0 CSL, hát ez a 917-esnek a hátulja. Gyönyörű. Mint egy CSL. Ez is Istenem, mik között járunk, mint itt Bence. Hopp, egy sok ablakos busz. Azért sokat, de igazából talán ez a hajó is, ami itt van. Ó, oh, na. Ez már egy Kramer Porsche, látod? Még nem a K4-es, nincs még megnyitva az ajtó, nincs rajta az intercoolernek beömlője, de ez már, látod? Ez már Kramer Porsche. Ez egy Kramer féle 35. Ó,
van már gazdája, sajnos nem az én nevem van ráírva, de erre se. Nem replika. Aha. Igen, egy lengyel replikáz is minden bizonnyal. Hát itt aztán... Engem hagyjatok. Azt kívánom, hogy most ne legyen itt senki. Arról jobbról indulunk kettő. Nem tudok elindulni. A nézőjük meg. Az a baj, hogy ahhoz idősebbnek kell lenni, hogy megérts, mit látsz ezen a polcon. Mert ez nem csak hű, meg há. Ezek az autók, ezek a motorsportot írták a nagykönyvben. A sirályszárnyas Targa Florio, Coppa Americana Merci, a Plymouth Firebird, itt, ami jó most Dodge. Ez is egy Porsche származék, ugyanúgy. Ez is egy Can-Am autó. Még egy AC. 5000 QV. Fönt van egy Bugatti LB110, és középen a kék, ott az egy Lola T. Egy Lola T. Az is van. Ott van, itt áll előtted az a piros csíkos, középen az egy visszapillantó tükörrel, azaz. Amúgy beszokták őket néha indítani, szóval ezek nem tudják ezek az emberek, hogy hogyan kell bánni az autókkal. Néha megjáratják őket ellenőrzés gyanánt. Ez nem egy múzeum. Én ezért szeretem ezt a helyet. A Pedersen is nagyon jó, meg minden, de az egy múzeum. Azok az autók állnak, ezek az autók mennek, és ha minden igaz, meg fogjuk őket látni akkor is, amikor mennek, meg be vannak indítva. Én ezért tartom ezt sokkal-sokkal többre annál, mint egy bármilyen szépen kinéző múzeumot, tudod? Mert ezeken látszik, hogy egyrészt az ember, aki él, azt tudta őket használni, értett az autókhoz, tudta őket vezetni, és nagyon-nagyon jó ízléssel gyűjti össze nem csak a Porsche-kat, hanem minden más is, nem kirekesztő. És hogyha igazán ezt akarjátok, hogy valami ikonikusat mutassak nektek, amit mindjárt ismertek így a műsor végére, akkor érjen véget ez a műsor egy nagyon szép sárga színnel, és Bence, mutasd meg a Ruff CTR Yellowbird-öt. És aki nem tudja, hogy mi az, amit Bence mutat, az most nézzen azonnal utána, aztán jöjjön vissza, sírja tele a száját, úgy, mint én. CTR Yellowbird, az első. Az is olcsó. Basz meg. Vége. Kész, ez volt a lekom. Menjetek haza. Hagyjatok élni. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop. Megnéznéd a Rallycross világbajnokság első futamát? Bandáznál egyet velünk? dubaiprogramok.com speedzone csomag. Gyere velünk Dubajba!